Köszöntöm a stúdióba Szabó Ágnest, a Békés Csabai súlyemelő és szabadidő ese edzőjét, versenyzőjét, akit abból az apropóból hívtunk beszélgetésre, hogy a közelmúltban fejeződött be Isztambulban a fekvenyomó Európa-bajnokság, ahol az Open plusz 84 kg-os súlycsoportban aranyérmes lett, és az abszolút kategóriát is megnyerte, és egy olyan eredményt, olyan nyomást produkált, ami országosan a legjobb, tehát ilyet még nem produkált senki. Hogyan értékeled ezt az Európa-bajnokságot? Ugye rengeteg versenyen vagy mántul a pályafutásod során. Hogyan láttad ezt a versenyt? Először is köszönöm szépen a meghívást, és hogy itt lehetek. Erre a versenyre érdekesen készültünk, mert ugye ezt az EB-t egy világbajnokság előzte meg, ahol nem igazán voltak jók a körülmények a versenyzés szempontjából, és az akkori szövetség kapitánnyal arról beszélgettünk, hogy ugyan már 20 éve versenyzek, hogy még az Európa-bajnokságon még tegyem oda magam, készüljek fel rendesen, és aztán lehet, hogy esetleg ugye visszavonulok, és majd a Masters ugye 40 évtől ugye majd visszatérek. Hogy úgy mondjam, most így mindenki vérszemet kapott ezután az eredmény után, mert álmomban nem gondoltam volna, hogy ezt a 155-öt meg fogom nyomni, és hogy egy Európa-bajnokságon egy abszolút első is legyek, az ugye egy hatalmas szó, mert ugye ott nem csak ugye a saját súlycsoportunk versenyzőivel mérjük össze tudásunkat, hanem az EB összes résztvevőjével. És ennek nagyon örültem. Tehát aki látta esetleg a videómat, ott látni lehetett, hogy ahogy láttam, hogy a három fehér lámpát, akkor rögtön fel is pattantam, hogy ezt, úristen, ezt nem hiszem el. Tehát ezt gyakorlatilag el nem lehet mondani, ezt az érzést, amikor rájöttem, hogy akkor én nyertem. És egy ilyen hatalmas nyomással. A három fehér lámpa jelezte azt, hogy az abszolút legjobb eredményt produkáltad, az pontosan mit jelent? Nem a három fehér lámpa, az ugye a bíróknak a jelzése. Uh-huh. Ugye három bíró ül ugye a platformon, ők nézik a gyakorlat helyes kivitelezését, és hogyha valami hibát látnak, akkor ugye nyilván ugye a piros lámpa fog felvillanni, de ugye ebben az esetben ugye ez nem történt meg, és akkor a három érvényesre, illetve ugye a három bíró ugye mindegyik érvényesre ítélt ugye a gyakorlatomat. Felsorolhatatlan szinte az a sok eredmény, amit eddig a különböző világversenyeken elértél. Hát világbajnokságon fekvenyomásban van csak idézőjelben 6 aranyérmed, 4 ezüst és 3 bronzérem. Európa-bajnokságon fekvenyomásban 5-ször voltál aranyérmes, és erőemelésben is volt 3 aranyérmed, és csak a felnőtt korosztályban elért eredményekről beszélünk. Most, ahogy elmondtad, igenis lehet örülni egy sokadik Európa-bajnoki aranyéremnek, de mégis mennyire veszed már ezt megszokottnak, hogy te, ha elmész mondjuk egy Európa-bajnokságra, akkor nyersz. Lehet-e örülni? Lehet, mindig lehet ugye örülni. Az volt velem ugye a baj, hogy úgy mondjam, hogy baj, hogy nagyon sokáig, több éven, 5-6 éven keresztül ugye elmentem ugye egy versenyre, és majdnem, hogy a kezdőfogásommal megnyertem ugye az adott EB-t vagy világbajnokságot. Nem azt mondom, hogy nem volt kihívás, de egyszerű volt nyerni. És ugye jelen esetünkben ugye most már olyan versenyzők is jönnek ugye a nyakamba lihegnek, akik ugye nagyon erősek és nagyon sokat fejlődtek az utóbbi időben, tehát nagyon össze kell kapni magát annak, aki ugye nyer. Mert gyakorlatilag, aki ugye a csúcson van, onnan csak veszíthet. Uh-huh. Tehát onnan csak lejjebb kerülhet. Akik ugye dobogósok, vagy még dobogósok előtt vannak, nekik meg ugye az a céljuk, hogy ugye a jobbakat ugye leverjék. Na most ugye itt mindenkinek az volt a cél, hogy engem ugye legyőzzöm, nekem pedig az, hogy ugye megtartsam ezt a helyet, és ezért kellett ugye küzdenem, és minél keményebben edzenem érte. Ezen az Európa-bajnokságon ugye nem csak a saját versenyedre kellett figyelni, hanem tanítványokra is, ugye Sajben Dánielre például, és Schneider Erzsébetre, illetve hát még ugye versenybíróként is tevékenykedtél, de erről majd később beszéljünk.
mennyire nehéz így megosztani a figyelmedet, hogy ott van a saját verseny, de ott vannak a tanítványok, nem is egy, hanem kettő is most jelen esetben. Az a vicces, hogy a versenyzőim versenyén sokkal jobban izgulok, mint a sajátomon. Szerintem ezzel minden edző így van, hogy az én képességeimmel tisztában vagyok, az övékével is, de azért mindig vannak ugye buktatók, és akkor, hogy nehogy elmenjen a kedve, ha esetleg valamit rond, vagy tudjuk kezelni. De egyébként nagyon jó versenyzőkről van szó, tehát rutinos versenyzőkről, úgyhogy bíztam benne, hogy nem kerül ugye rontásra a sor, és tehát tényleg az ő sikereiket szinte majdnem, hogy többre értékelem, mint az enyémet. Valamennyit ugye én is hozzátettem, és nagyon örülök nekik. Sajben Dániel és Neider Erzsébet nevét már említettük, de említsük meg a korosztályosoknál eredményes versenyzők nevét is, akikre egyébként ősszel meg feladat vár. Így van. A ifjúsági korosztályt, ha tekintjük, akkor kettő versenyző van jelenleg. A Mucsi Noémi, ő volt már tavaly a Pesten megrendezett ifjúsági és junior bajnokságon. A 26 válogatott tag közül ketten voltak, egyik összetett érmet szereztek, ebből egyik volt ugye Noémi. A Babinski Barbara tavaly jött hozzánk augusztusban, olyan tehetségesnek bizonyult, hogy már az októberi EB-n szeretném elindítani, sőt, ugye már ugye válogatott tagja is ugye a Magyar Gyerelemelő Szövetségnek, illetve a Pertje Regina, ő most junior már ettől az évtől kezdve, de ő is tavaly volt felhúzásban bronzérmes a pesti EB-n. Tehát egyébként én nagyon tisztelem és becsülöm az ilyen fiatalokat, akik ugye van céljuk, és sportolnak, és tényleg is kőkeményen edzenek, és minden edzésen ott vannak. Mint egy másfél évtizede körülbelül, de majd megpontosítasz, edzősködsz. Tudatosan készültél erre a pályára, illetve talán szóba került korábban, hogy főállásba is csinálhatnád. Erre van-e remény, esély, hogy ilyen formában végezd ezt a munkát? Sajnos Magyarországon én úgy gondolom, hogy az erőemelő edzők nem tudnának megélni, hogyha a főállásban ezt a tevékenységet végeznénk. Én szimplán hobbiból és szeretetből, illetve sportinálti szerelemből, hogy úgy mondjam, csinálom, és tényleg, tehát van olyan, amikor nekem sincs kedvem lemenni edzeni, de tudom, hogy ott vannak ugye a versenyzőim, és akkor kedvet kapok meg, hát nehogy az legyen, hogy nem megyek le, mert hát ők ott vannak, és ugye példát kell mutatnom. És ez a munka, ez mit jelent számodra? Az, hogy ennyi ideje csinálod, és az eredmények, a tanítványok eredményei mutatják, hogy nem is akármilyen szinten, azt mutatja, hogy azért nagyon sokat jelent ez a munka számomra. Igen, egyébként nagyon sokat olvasok utána, ha vannak újabb cikkek, újabb technikák, újabb módszerek, azokat megpróbálom ugye tanulmányozni, illetve rengeteg videót néztem, azt mondom, hogy több ezer gyakorlatot végignéztem, hogy azok az apró nüanszok vagy valami, amik esetleg ugye elősegítenék ugye a versenyzőt ugye a jobb teljesítmény érdekében, azokra figyeltem fel, és próbálom nekik átadni. Ez az egyik, a másik pedig, hogy mindenkinek egyénre szabott tervet próbálok elkészíteni, hogy ugye esetleg a hiányosságaikat, vagy a gyengeségeiket ugye tudjam kompenzálni különböző gyakorlatokkal, és akkor azt is ugye fel tudjam erősíteni. Ugye említettük az imént, a harmadik vonalat a bíráskodás jelenti. Ugye Isztambulban is dolgoztál ilyen minőségedben. Ez mennyire jelent plusz számodra így a másik két feladat mellett? Igen, tehát ez is egy harmadik feladat, mert ugye Isztambulban, ugye, ahogy mondtad, is versenyeztem, edzősködtem, és ugye bíráskodtam is. Egyébként megtiszteltetés számomra, hogy a szövetség úgy gondolta, hogy engem közé nemzetközi bírónak, illetve ugye a szövetségkapitány is ugye ilyen minősítésben is volt, és akkor mi voltunk ugye ketten ugye bírók magyar részről. Az, hogy gyakorlatilag Európa legjobbjait bírálhatom el, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, mert egyébként tudom, hogy mennyi idő és energiába kerül ugye egy felkészülés annak érdekében, hogy valaki kijusson ugye az EB-re, és esetleg egy rossz bírói ítélet miatt esetleg tönkre tehetünk egy fél év egyéni készülést is.
Tehát ez egy nagyon komoly feladatnak tartom. Említetted azt is az imént, hogy úgymond az aktív versenyzést azt lehet, hogy abba hagyod, de majd visszatérsz a Masters-be. Ez a két időszak között lesz-e egy kis átmenet, vagy pedig ahogy abba marad az aktív pályafutás, már kezded a Masters, bekapcsolsz a Masters korosztályba. Ugye idén töltöttem ugye 36. életévet, és ugye a Masters ugye 40 évtől van, tehát gyakorlatilag lenne 4 éves pihenőm, de tehát magamat is átverném azzal, hogy azt mondanám, hogy meg tudnék nyugodtan ülni, tehát én ezt kizártónak tartom. Azt szeretném elérni egyébként, hogy ugye én ifjúsági korom volt a versenyzek, hogy szerintem én lennék a legelső ember a Magyar Elmer Szövetségen belül, aki ifjúkorától Masters-ig ugye folyamatosan versenyzett és nem hagyott ki, mert ugye OB-kon ugye elindulnék ugye felnőtt kategóriában, még a 40 éves korig, ugye itt a nemzetközi szereplés volt ugye a kérdéses. Nem tudom, hogy még ez a jövő zenéje, bár a szövetségkapitány jelezte már, hogy számítana rám, holott ő találta ki ezt, hogy akkor hagyjunk ki egy kis pihenőt. Amit mondtam, hogy ő is vérszemet kapott, hogy hát kell lennék ugye a magyar csapatba, és ezeket a nagy nyomó nemzeteket, mint dánok, svédek, finneket, franciákat esetleg megszorongassuk, és ugye a női csapatba, ugye dobogóra kerüljünk. Milyen főbb versenyek várnak a tanítványokra így az elkövetkezendő egyébben, egyáltalán mit tervezel erre az időszakra? Ebben az évben, még nemzetközi verseny tekintetében a sportolónak lesz egy EB-je, Pilsenben, az ifjúsági junior erőemelők bajnokság, ugye a RAF kategóriában. Ott szeretném, hogyha minél jobb helyezést érnének el, bár az utóbbi időben annyira megerősödött a mezőny, hogy gyakorlatilag egy csodába felér, hogyha valaki bármilyen féle érmet is szerezzen, nem hogy az, hogy összetett érmet szerezzen, hanem hogy esetleg valamelyik fogásnemben elcsípjünk valamit. Illetve ezután a verseny után lesz 2 hétre egy hazai verseny, az is ugye korosztályos, ifi junior és masters, hogy a felnőtt OB az már meg volt tartva a tavasszal, velük ezekre szeretnék menni, illetve még terben van egy ruhás, ez az Equipped fekvenyomó magyar kupa, ez azért, hogy esetleg visszahozzuk ugye a ruhás versenyeket, mert hisz még Magyarországon szinte most már elenyésző azoknak a száma, akik a ruházással foglalkoznak, még nemzetközi polondon még ugyanúgy vannak ilyen típusú versenyek. Értem, hát köszönöm szépen, és azt kívánom, hogy ha kedved, erőd, energiád és időd van arra, akkor ne hagyd abba a Masters korosztályig a versenyzést, és hát természetesen sikereket kívánok a tanítványaidnak is, és hát ugyancsak sikereket a nemzetközi bíráskodásban. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.